Végre megérkezett az eső, sajnos széllel, viharral jött, ami azt jelenti, hogy lemosta a kisgyümölcsök viasz rétegét, illetve a szelek, viharok az ágakkal megsértették a bőrfelületét. Számítottunk arra, hogy megjelenik a gyümölcsfertőző monília, így is lett. Például ennél a kajszifánál is már a fa alatt van a termés jó nagy része. Van védekezési lehetőségünk, hiszen vannak felszívódó és kontaktszereink is. A kettőt legjobb, ha kombinálva használják, egyrészt a hatás kiegészítés miatt, másrészt pedig a rezisztencia megelőzése véget. Felszívódó szereink, felsorolom az összeset, a topáz, a teldor, a talentum, a switch, a signum, a cisztán dupló és a kórusz. Tehát van választék. Legjobb lenne rézzel kiegészíteni ezeket a felszívódó készítményeket, de aki úgy gondolja, hogy a csonthéjas fája, vagy akár a rézérzékeny almafája még nem bírja ezeket a készítményeket, azok inkább a rézpótlókhoz forduljanak. Itt a legfontosabb hatóanyag család a mankoceb, legtipikusabb, legrégebb óta ismert képviselője a ditán, de ide tartozik a manfil, a mankó, a pennozeb vagy a penkó is. Sok sikert kívánok, a lehullott gyümölcsöket mindenképpen szedjék össze, mert innen tovább terjedhet a fertőzés, akár a saját fánkra, akár a többiek gyümölcsfáira is.